Lázár János az április 8-ai voksolás kapcsán munkájával kampányol, és a jövőben is ezt tudja ajánlani. A miniszter hangsúlyozta, amit Makó eddig elért, az közös eredmény, az együttműködés gyümölcse. Hibának tartja, ha valaki úgy akar megnyerni egy választást, hogy nem a programjáról beszél, hanem a másikat szidja. Mint mondta, ez túl szegény közösség ahhoz, hogy még a széthúzást is megengedjék maguknak az itt élők. Az országgyűlési képviselő szerint a rendszerváltás óta egyetlen kormány sem karolta fel Magyarországnak ezt a régióját úgy, ahogyan azt az utóbbi években tették. Személyes feladatának tekinti, hogy megértesse a parlamentben, hogy az ország keleti része tartalék, érdemes ide investálni. Azt ígérte, amennyiben elnyeri a választópolgárok bizalmát, továbbra is segítséget nyújt az ötletek megvalósításához. Így a Kiszombori elkerülő út megépítéséhez is, mely tehermentesíteni a várost az átmenő forgalomtól. Ez ugye egy elmaradt beruházás, tehát amiről már van kormánydöntés, az a makói fürdőbővítés mondjuk 10 milliárd forint értékben, amire van kormányzati szándék, hogyha szállodát akar valaki építeni Makón, ahhoz tudunk támogatást adni. Megvizsgáltattuk, hogy a turizmusban van-e fantázia Makóvárosában, és arra jutottunk, hogy a turizmusban Makó egy tartalékot jelent Magyarország szempontjából, tehát Makó egy tartalék Magyarország szempontjából, és ezt a tartalékot kell kiaknázni, és akkor itt ez az elkerülő út, ami élhetőbbé teszi a városnak egy jelentős részét, erre is készek vagyunk szövetkezni, és készek vagyunk ebben a kérdésben is együtt működni. A miniszter hozzátette, Makó egy regionális centrum lehet. Úgy fogalmazott, Szeged és Hódmezővásárhely után a marosparti településnek kell a legerősebbnek lennie Csongrád megyében. Ehhez viszont az is kell, hogy Makón ne csak születni, hanem élni is érdemes legyen. Fontos eredménynek tekinti, hogy a városban radikálisan csökkent a munkanélküliség. Mint mondta, ma már mindenki, aki akar, az tud dolgozni. A jövő nagy feladatának a családok támogatását, a munkabérek emelését, a gyermekek után járó adókedvezmények megtartását és a személyi jövedelemadó csökkentését tartja. Ezeket patika mérlegen kell, kockás papíron le kell vezetni. Ezek olyan súlyú tételek. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a politikai ideológiák, a világnézeti meggyőződés, a politikai elköteleződés, de hát az ember nem lehet saját magának ellensége, mégis meg kell nézni, hogy mikor mennyi a személyi jövedelemadó, mikor kell fizetni a gyerek után adót, és mikor nem. 2002-ig nem kellett, 2002 és 2010 között igenis megadóztatták azt, aki dolgozik és gyereket nevel, nem kaptak adókedvezményeket. 1 millió ember nem volt hajlandó semmilyen adót fizetni 2002 és 2010 között, a maradék 2,5 milliónak kellett helyette is adót fizetni. Ezek nagyon komoly tételek, amiket az embernek egyszerűen józan ész, józan paraszti megfontolás alapján kell mérlegre tennie a saját személyes kasszája, jövője és a család gazdálkodása szempontjából. Lázár János azt is kiemelte, míg április 8-án személyes ügyként az adórendszerről hozhatunk döntést, addig a hazaügye szempontjából a bevándorlásról kell véleményt formálnunk, annak minden következményével együtt.